Ma valamilyen formán folytatom az Iker érzés című elkönyvemet, amit, hát ha jól emlékszem, akkor egy-két évvel ezelőtt írtam meg, de azóta nagyon sok új tétel született, és én azt gondolom, hogy az Iker lélek jelenség kapcsán nekem van a legtöbb előadásom, hát körülbelül olyan ötven. Tehát szerintem olyan ötven felvétel előadás által biztos, hogy már feldolgoztam ezt a témát, és vizsgáltam eme jelenséget, nagyon sok oldalról közelítettem meg, de most szeretném egy picit még magasabb szintre emelni ezt a tételt, ugyanis érkeztek újabb gondolatiságok és érzések, amelyeket szeretnék kibontani. Hát lehet, hogy előről el kellene kezdeni ezt az egészet, és el kellene újra magyaráznom azt, hogy az ikerlélek fogalom pontosan mit jelent, de akkor tényleg nagyon hosszú lenne ez a felvétel. Az a lényeg, ugye, hogy eddig mindig arról beszéltem, hogy van egy átfogó, egységes aura, amiben tulajdonképpen megszületik a ma két test, akik aztán a Földön iker lelkekként jelenhetnek meg, és mivel dualitás van, kettőség jelenik meg a Földön, ezért az egyik őjük egy férfi, a másik őjük pedig egy női testbe fog avanzsálódni. Itt nem arról kell beszélni, hogy a lélek ketté szakadt, hanem arról, hogy egy egységes energetikai rendszerben ez a két test megfogalmazódik, és hogyha az isteni törvényeket, törvényszerűségeket vizsgáljuk, akkor egyértelmű, hogy egy férfi és egy női testet fog mozgatni, tulajdonképpen ugyanaz az aura, vagy amire nagyon sokan azt mondják, hogy lélek. De ahogy mondtam, erről van egy 55 oldalas elkönyvem, könyvem körülbelül olyan 30-40, de lehet, hogy 50 előadásom, úgyhogy most 50 órányi tétel nem fogok tudni újra felvázolni, szerintem érdemes ezeket a felvételeket is meghallgatni. Van egy olyan gyűjteményem, aminek az a címe, hogy Androgyn létállapot, ugyanis én inkább ugye az androgűn jelenséget kutattam, vagy kutatom nagyon erősen, és ebből vontam le különböző konzekvenciákat, amelyek által felépítettem azokat az egyedi tételeket, amelyek, ahogy mondtam, szerintem a mai világban nagyon ritkán fogalmazódnak meg. Na most van egy olyan elgondolásom, illetve egy új megtapasztalásom, miszerint lehet, hogy ez a fajta egység nem mindig feltétlenül egy férfi és egy női testet mozgat, és akkor itt beszélni kell, ugye, az azonos nemű. Párokról. Persze nagyon jó kérdés az, hogy őket pároknak lehet-e nevezni. Nyilván tudom azt, hogy ezt mindenki másképpen gondolja, mert vannak olyanok, akik azt mondják, hogy pár az csak egy férfi és egy nő lehet, és vannak olyanok is, akik azt gondolják, vagy azt mondják, hogy két nő és két férfi is lehet egy pár. Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen örök vita, tehát örök vita van abból, hogy ez igazából hogyan is működik, de ugye nagyon sokan arra hivatkoznak, hogy a jó Isten Ádámot és Évát teremtette meg, hát ha ez így volt, én mondjuk ebben nem hiszek, de most vegyük alapul ezt a történetet, tehát hogy az, hát az első emberpár is tulajdonképpen így jelent meg, férfiként és nőként, és nem úgy, hogy két Ádám, jött a világra vagy két éva. Hát láttam már ugye hasonló bejegyzéseket és megfogalmazásokat, mi szerint éppen ezért egy páras csak egy nő és férfi lehet, és hát nyilván nagyon sokan azt mondják, hogy azért is, mert utódokat csak egy nő és egy férfi képes létrehozni, két nő vagy két férfi nyilván, hogy nem, persze, Tehetünk ide kérdőjelet, hiszen tudjuk azt, hogy most már nagyon sokféle megoldási javaslat van, de tudjuk azt, hogy természetes úton nyilván, hogy egy férfi és egy nő hozhat létre egy harmadik személyt, egy embert. Persze nagyon jó kérdés, hogy ki az, aki ezt szeretné megtenni, mert nem mindenki szeretné, és vannak olyan emberek, igen, akik nem szeretnének például utódokat, vagy nem akarnak házasságban élni, és hát azt is tudjuk, hogy vannak olyan emberek, akik a saját nemiségük felé vonzodnak, vagy lehet, hogy egy olyan emberbe szeretnek bele, aki szintén hasonló vagy ugyanazt a nemiséget képviseli. Hát ezt azért mondtam így mert ugye itt nem feltétlenül a testeket kell vizsgálni, hanem főleg ugye az energetikát, és én már arról is beszéltem, hogy elképzelhető az, hogy egy női test nagyon sok férfias energiával él, és nagyon sok ilyen erőt mozgat, ugyanakkor egy férfi test pedig nagyon sok női energiával működik, Ezeket az energiákat hozhatjuk az előző életeinkből is, ugyanis hét testetöltésenként váltunk nemiséget, és ha mondjuk én az előző a hat életemben férfiként működtem, és most leszülettem nőként, akkor lehet, hogy az előző életeimből nagyon sok energiát hoztam át, és hiába van az, hogy mondjuk női testbe születtem, de nagyon sok férfias energiát fogok megmozgatni, és lehet, hogy éppen ezért nem is tudok elvonatkoztatni, és lehet, hogy nem fogom tudni saját magamat azonosítani ezzel a női testtel, de ugyanúgy lehet ez fordítva is. Tehát lehetnek olyan férfiak, és hát vannak is, akik nőiesebb energiákkal működnek, és lehet, hogy azt érzik, hogy az ő lelkiségük inkább nő. Ahogyan mondtam, ez lehet azért is, mert hogyha hét életenként váltunk nemiséget, és most van ugye nekik ez a hetedik élet, és az előző hat életben mondjuk ők vagy egy illető nőként működött, és nem zárta le ezeket az energiákat, akkor ezek folyamatosan megfogalmazódnak ebben a térben. Tehát azt kell mondani, rengeteg-rengeteg női energia fog mozgatni egy testet, vagy mondhatjuk azt is, hogy lehet, hogy sokan azt érezhetik, hogy női lélekkel vannak megáldva. Igen, valószínű, hogy azért, mert az előző életben sokszor voltak például nők, és akkor hát nyilván, hogy nem fognak tudni a férfi testtel azonosulni ezek a személyek. És akkor persze lehet az, hogy azonos nemű emberkék találnak egymásra, és egymásba szeretnek, de ahogyan mondtam, itt nem a testeket kell nézni. Tehát én nem gondolom azt, hogy az azonos neműség azt Hát, hogy ez főleg ugye a testi adottságoktól függ, persze testileg lehet, hogy azonos neműek, mert mind a kettőjüknek ugyanolyan, mondjuk azt, hogy nemi adottságaik vannak, de lelkileg, vagy energetikailag ez nem igaz, vagy nem mindig igaz. Tehát, ahogyan mondtam, lehetnek olyan nők, és a napjainkban elég sokan vannak, akik férfiasabb energiákkal működnek, és akkor ők nyilván, hogy férfiként jelennek meg, csak női testben. Tehát lehet, az ő lényük férfi. Vagy, hogyha egy férfi szellemiség mozgatja őket, vagy férfi szellemi vezetőjük van, akkor hiába van az, hogy női testben foglalnak helyet, hát akkor férfiként fognak megnyilvánulni, és akkor előfordulhat az, hogy mondjuk nőkbe lesznek szerelmesek, ezek az illetők. De ahogy mondtam, itt nem azt kell nézni, hogy kinek milyen a test, a formája, a fizikuma, hanem hogy energetikailag mi fogalmazódik meg az aurában. Na most ez azért is lehet, mert amit mondtam, az iker lelkek, ugye ezek az energiák összeadódnak, mi vagy egy térben foglalnak helyet. És akkor így átvertik egymás energetikáját, és az egyik hiheti azt, hogy a másik és fordítva. Ez akár látatlanul is így lehet, és egész életükben ugye egymást hordozzák. Tehát a férfi hieti azt, hogy ő a női megfelelője, és őt fogja utánozni látatlanul és fordítva. Tehát ezért is lehet az, hogy megjelenik például a homoszexualitás, mert mondjuk ez a férfi ezzel a női ö, ikerlelkével fogja magát azonosítani, nem fogja tudni, hogy honnan jönnek ezek az érzések, azt fogja gondolni, hogy ezek önmagában fogalmazódnak meg, ami igaz, de ahogyan mondtam, itt egy lélekről, energetikai térről kell beszélni, mivel hogy ők ikerlelkek, tehát itt azt kell megérteni, hogy ez egy egység, és nyilván, hogyha az egységben, ebben az azonos térben ez a dolog megfogalmazódik, akkor az mindkét félre igaz lesz. De ez csak az ikerlelkeknél van. Úgyhogy szerintem, és most van egy olyan gondolatiságom, hogy akik ilyen gondokkal küzdenek, azoknál nagyon erősen megfogalmazódhat az, hogy az aurájukba beleér a másik felük, és ők azt hiszik, hogy hogy ezek ők, közben pedig hát ez az iker léleknek a mi voltja, vagy pedig az fordulhat elő, hogy az előző életeikben, ők nagyon sokszor voltak, vagy képviselték már a másik fajta nemiséget, de mondok még valamit, mindkét fajta dolog nagyon erősen összeadódhat. Úgyhogy nagyon jó kérdés az, hogy azonos nemű párokról, vagy iker lelkekről lehet-e beszélni, ugyanis nekem az a tapasztalatom, hogy ilyen is előfordulhat. Tehát nem biztos, hogy a mi igazi másik felünk, az a másik nemiséget fogja képviselni, hát energetikailag lehet, tehát itt arról kell beszélni, hogy én azt gondolom, hogy ez az egy energetikai tér úgy is működhet, hogy két azonos nemű ember kell foglal benne, Helyett mondjuk azt, hogy mondjuk, mit tudom egy két férfi, férfi test. És ők ö, szerintem lehetnek ikerlelkek, vagy nagyon-nagyon szoros kapcsolatban álló rokonlelkek, mert, ahogy mondtam, itt az energetikai összetételt kell vizsgálni, és hogyha, és hogyha ez azonos, akkor ez a fajta szegmens mozgathat két azonos testű nemű emberkét. Úgyhogy igen, tehát nagyon jó kérdés az, hogy akkor igazából a pár mit jelent. Ahogy mondtam, sokan úgy gondolják, hogy a pár az csak úgy épülhet föl, hogy egy férfi és egy nő kapcsolatából, és hogy két nő, meg két férfi nem lehet egy pár. Megmondom őszintén, hogy még néhány héttel ezelőtt ezt én is ugyanígy gondoltam, és azt mondtam, hogy akik úgy élnek együtt, hogy két férfiként és két nőként, hogy ott valami nagyon erősen félre és hogy az igazából nem képezhet párt, vagy ők nem képezhetnek így, mert hogy az én olvasatomban is a pár az csak egy férfi és egy nő lehet. Na most ez a dolog megdőlni látszik bennem, ugyanis találkoztam olyan érzésekkel, amelyek szerint az embernek lehet azonos nemű másik fele ikerlelke, mert ahogyan mondtam, nem a testeket, nem a fizikai formulákat kell vizsgálni, és azt gondolom, hogy maga ez a rendszer sem azt vizsgálja. Tehát, hogy igazából ez a dolog semleges. Tehát igazából a testeknek ehhez semmi köze semmi köze ahhoz, hogy ki a másik nemű megfelelőnk, de mondok még valamit, az is lehet, hogy, hogy van egy férfi megfelelőm is, meg egy nő is. Na most arról is beszélni kell, hogy állítólag duálból sokkal több van. Igen, én is ezt vettem észre, hogy van egy valaki, aki nagyon erősen engem mintáz, és szerintem ő az én férfi megfelelőm, de olyanok, akik duálok, vagy hasonló lelkülettel vannak, vagy rokkolákek, abból sok van, több lehet. És ők is mintáznak, és bennük is valahogyan megszületik az ember. Ugyanakkor arról is beszélni kell, hogy én már megtaláltam azt is, aki a női mint a képen, és nagyon azt érzem, hogy lehet, hogy ő is az én másik felem, és amikor egy ilyen érzéssel találkozik az ember, akkor egyáltalán nem számít az, hogy a másiknak milyen teste van, mert hogy te nem ezt fogod nézni. De mondok még valamit, tehát ilyenkor valószínű, hogy ebben a másik emberben is megfogalmazódnak a más jellegű energiák, tehát valószínű, hogy ilyenkor az van, hogyha most egy, én mondjuk egy nőt találok, hogy akkor benne nagyon sok férfias energia lesz. És akkor beszéltünk arról, hogy ha mondjuk van két férfi, aki például együtt él, akkor valószínű, hogy az egyikben sokkal több a női energia, és akkor az egyik férfi, a másik férfi testű ember női energiát fogja kedvelni mert amit mondtam, itt az energiákat kell nézni, és nem a fizikális formulát, és akkor ilyenképpen igen elképzelhető az, hogy az embernek van egy azonos nemű, de ugyanakkor egy ellentétes nemű másik fele is. <laughs> Ez nagyon érdekes. Illetve azt mondom, hogy duából, vagy azokból, akik, hát mondjuk azt, hogy 80%-ban lefednek, abból viszont lehet sok. Hát én szerintem abból én fel tudnék sorolni még plusz négyet. És van közte olyan is, aki nő meg férfitesben van, bár megmondom őszintén, hogy akik férfi férfitesben vannak, ők sokkal több női energiát mozgatnak meg, mint az a nő, aki női testben volt vagy van, de inkább ő férfi energiákkal működik. De ahogy mondtam, hát a szeretet vagy a szerelem kapcsán egyáltalán nem ilyen dolgokról kell beszélni, vagy nem ezt fogja nézni az ember, azért sem, mert itt az érzés az igazából ugyanaz amit mondtam, tehát lehet, hogy mondjuk én nőként találkozok, vagy nem rosszul mondom, nem nőként, hanem női testben élő egyetként találkozok valakivel, aki szintén női testben van, de mondjuk sok férfias energiája van, és mondjuk nekem is, és ugyanolyan érzéseket fogok érezni iránta, mint mondjuk azok által, akik eddig férfi testben foglaltak helyet. De ugyanúgy lehet ez fordítva is, hogy lehet, hogy van olyan férfi, aki férfi testbe költözött most, vagy ez a csomag férfi testet mozgat, hogy találkozik valakivel, aki szintén férfi testben van, de hasonló érzéseket fog érezni, vagy úgy olyanokat, mint mondjuk ö, előtte ö, azok iránt, akik mondjuk női testben foglaltak helyet. Ugyanis itt nagyon sokféle energetikai csere van. És ahogyan mondtam, hogy az ikerlelkekről beszélünk, akkor nekem az a tapasztalatom igen, hogy megnyilvánulhat maga az ikerlelkiség úgy is, hogy ez a tér két ellentétes nemű testet mozgat, de ugyanúgy azonos neműeket is. És akkor szerintem azt kell mondani, hogy az embernek lehet azonos nemű iker lelke is, meg ellentétes is. Mármint, hogyha a testet vizsgálom, hogyha az energetikát vizsgálom, vagy a, a, a lelket, akkor, ahogy mondtam, szerintem itt semlegességről kell beszélni, és szerintem ez a jobbik változat, amikor ez így van. Itt igazából azt kell nézni, hogy energetikailag hogyan fedjük le egymást, és hogy milyen hasonló dolgok vagy azonos dolgok adódnak. De ugye mondtam, ezt 55 oldalon keresztül, és igazából 30-40-50 órán keresztül taglalom és vizsgálom, tehát ezeket most nem fogom újra elmondani és kifejteni, ezeket a tételeket. Itt főként arról szeretnék beszélni, igen, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan valakit találunk, aki azonos nemiségben foglal helyet, de igazából itt inkább arról kell beszélni, hogy ez nem azonos neműség szerintem. Vagy olyan mondtam, itt inkább semlegességről kell beszélni, és nem azt kell nézni, hogy kinek milyen a formája, a formulája. Én soha nem gondoltam volna azt, hogy lesz egy olyan valaki, aki ugyanúgy női testbe költözött, mint ahogyan én. Igaz, hogy férfiasabb energiákkal működött, de hogy ugyanolyan érzéseket fogok iránta érezni, hanem erősebbeket, mint, öm, mint olyan emberek iránt, akik egy másik fajta nemiségben foglalnak helyet. Igazából ilyenkor szerintem nagyon sok minden megdőlhet, meg nagyon sok aha élmény születhet, és ez nem olyan érzés, mint amikor mondjuk megtalálod az ikertestvéredet, tehát ez nem, nem olyan érzés lesz, hogy ilyen baráti vagy testvéri szálakat fogsz, vagy érzéseket fogsz táplálni, hanem ez tényleg szerelem, tehát írjuk le ezt a szót, hogy szer elem. Ugye szer azt jelenti, hogy Isten mindenben a törvény, hát az elem az meg teljesen egyértelmű, hogy mit jelent. Na most jó kérdés az, hogy az isteni törvények hogyan működnek. Ahogyan mondtam, nyilván nagyon sokan azt fogják mondani, hogy úgy, hogy a dualitás az tulajdonképpen úgy valósul meg, hogy egy női és egy férfi mintakép az, ami egy párt, egy egységet alkot. Na most mondok valamit. Hát nagyon nehéz a nőket és a férfiakat úgymond egybe tenni és terelni, valamint olyan szempontból, hogy én azt látom, hogy állandó kibillenés van, és lehet, hogy nagyon sokan így élik az életüket, de szerintem nagyon sok esetben nincs meg a harmónia, és szerintem a nők és a férfiak között valami a szempontból állandó harc van, tehát mondjuk lehet, hogy két nő vagy két férfi pont azért sokkal jobban megérti egymást, mert ö, lehet, hogy empatikusabbak. Szerintem egy nő meg egy férfi igazából soha nem fogja egymást megérteni, és megérezni sem azt, hogy a másik éppen hogyan gondolkodik vagy érez, mert, ö, mert, mert teljesen másképpen működik egy női test meg egy férfi test, de ugyanakkor beszélhetünk a lelkekről is. Bár én azt gondolom, hogy az ikerlélek fogalom kapcsán, amit mondtam, egységről beszélünk, és ott teljesen mindegy, hogy a, a testek hogyan fogalmazódnak meg, miképpen, lehet akár ugye korkülönbség is, tehát ez a fajta dolog sem fog igazából számítani, hogy ki hány éves, vagy mondok még valamit, az sem, hogy ki mikor élt, és mikor foglalt helyet a Földön. Ugyanis lehet, hogy úgy vonzunk be valakit, vagy úgy ismerünk föl valakit, aki talán a másik felünk, vagy a rokon hogy ez az illető már nincs testben, nincs fizikumban. Hát nekem is vannak ilyenek. Biztos, hogy az előző életeinkben már együttműködtünk, és együtt éltünk, hát nekem mondjuk ilyen Latinovics például, és én nagyon erősen emlékeztem rá, hát én már gyerekkoromban is tudtam azt, hogy volt, van hozzá valami közöm, és nagyon-nagyon sok azonosság, hasonlóság derült ki, amiket ugye föltártam. Igen, az is nagyon jó kérdés, hogy ki az, aki visszaszületik testbe, fizikumba. Mert az is lehet, hogy vannak olyan rokonlelkeink, akik most nincsenek jelen, de a korábbi életeinkben igen, és mondjuk őket is kereshetjük, és ők is nagyon erősen hiányozhatnak, de mivel ők nem születtek most vissza testben, és nem egy korban foglalunk helyet, hát ezért nyilván, hogy fizikálisan ezek a kapcsolódások nem tudnak létrejönni. De attól még érezhetjük. És ugye mondtam, nagyon jó kérdés, hogy kik azok, akik visszaszületnek. Hát én azt gondolom, hogy azok, akikkel dolgunk van. Nekem is vannak olyan rokon, illetve iker lelkeim, akik a korábbi korszakokban foglaltak helyet, de most nem. Tehát ők sokkal idősebbek, és ők már meghaltak. És nem születtek vissza. Na most a mostani életemben vannak olyanok, akik jelen vannak fizikálisan, és ők is a rokon tehát itt kétféle változatról kell beszélni, és pont azon gondolkodtam, hogy miért van az, hogy ők nem születtek vissza, és nem egy korban élünk, és fizikálisan nem tudok velük kapcsolódni, és miért van az, hogy akik pedig itt vannak, azok hát azok ugye fizikálisan megnyilvánultak, hogy miért pont ők. És arra jöttem, arra jöttem rá, hogy azért, gondolom, hogy azért, mert velük van még valami dolgom, fizikális dolgom is van velük. Akik nem születtek vissza, azokkal nyilván fizikális dolgom nincsen. Tehát ez sem véletlen. Ez sem véletlen, hogy ők igazából csak szellemiségben, lelkiségben jelennek meg bennem, vagy az én aurámban, vagy ebben a közös aurában. Viszont akik testben vannak, és itt vannak most jelen, ők is ugyanolyan erős tükrök, meg azok is, akikről eddig beszéltem, és már nincsenek jelen, és minden, mindenki taníthat mindenkit tulajdonképpen, és ők is segíthetnek energetikailag, de gondolom, hogy velük fizikálisan is kell találkoznom, és különböző helyzeteket átélni, mint ahogyan ez eddig így is volt. Mert ahogyan mondtam, én nagyon sok lelket vonzottam be, akikkel voltak fizikális kapcsolataim. Tehát voltak olyanok, akikkel én együtt éltem, vagy találkoztunk, és közös programokat szerveztünk. Igen, de ahogyan mondtam, nekem női rokon lelkeim, és siker lelkeim is vannak, vagy mondjuk azt, hogy olyanok, akik, akik, nagyon erősen mintáznak, meg férfiak is. Nagyon sok. Tehát a rokon rengeteg lehet. Hát nekem lehet, hogy több százal, nem tudom. Nagyon sokan vannak, és ők engem megtalálnak, és nagyon erősen mintáznak, nagyon hasonló dolgokkal foglalkoznak. Van olyan, aki majdnem ugyanúgy néz ki, mint én. Mondok még valamit, a keresztneve is ugyanaz. Hasonló korúak vagyunk, vagy lehet, hogy egykorúak vagyunk, ugyanúgy öltözködik ez a nő, nagyon durva, és olyan volt, mintha saját magammal találkoztam volna, de ő női testben van. Mondjuk iránta nem érzek ö, nagyon semmit, azt, azt érzem, hogy oké, okay, lehet, hogy lélek, de nincs, nincs olyan szál, vagy nincs olyan kapocs. És ugye mondtam, hozzám nagyon sokan bejelentkeztek, akik rokonlelkek, de ugyanakkor voltak olyanok is, akikkel együtt éltem. Tehát mondjuk az előző kapcsolatom is szerintem ilyen volt, hát ő férfi testben foglalt helyet, és hát vele elég sokáig éltem együtt, de előtte is voltak ilyenek, akiket találkoztam, akiket bevonzottam, és tényleg olyanok voltunk egymás számára, mint a tükrök. És ahogy mondtam, lehetnek olyanok is, akik nincsenek most testben jelen, de mondjuk például színészek, éppen ezért nagyon sok filmben látszanak, meg nagyon sok fotó készült róluk, és ezáltal én fölismerem őket és rá kell arra jönnöm, hogy igen, ők is a rokonlelkeim, és ahogy mondtam, én azt gondolom, hogy van női, másik felem is, meg férfi is, akik echte engem mintáznak, illetve ez kölcsönös, tehát ez fordítva is ugyanígy igaz. Igen, tehát igen, elképzelhető az, hogy egy azonos nemű iker lelket is bevonz az ember egy idő után, de ahogy mondtam, ez egy folyamat. Tehát a Krisztus tudatot, azt mindenképpen el kell érni. Tehát aki ezt nem érte el, nem fogja bevonzani, mert ugyanis csak emes szint állapot által jelennek meg ezek az emberkék. Én azt gondolom, hogy az emberek 80%-a nem úgymond az igazi másik felével él együtt, mert ez csak olyan lények kiváltsága, akik már végigmentek egy nagyon kemény úton, kaminon, nagyon magas rezgés szinten vannak, nagyon magas tudott állapotban, és nagyon kemény szeretett szolgáltal voltak, vannak jelen. De ez ugye, hát én azt gondolom, hogy az emberek 80%-ra nem igaz. És nem is biztos az, hogy mindenkinek vannak rokon, illetve ikerlelkei. Én úgy gondolom, hogy nem mindenkinek van, csak azoknak, akiknek ezzel a fajta jelenséggel dolguk van, és akiknek nagyon erős szolgálattal kell jelen lenniük. És miképpen én bevonzottam őket, és rájöttem arra, hogy ők kik, azt kellett látnom, tapasztalnom, hogy ők is ugyanolyan vállalással vannak, voltak jelen, mint amivel én, és nagyon magas szinten művelték, művelik például ezt a szakmát, vagy azt a szolgálatot, amit én is elég régóta végzek. Tehát el kell érni egy nagyon magas rezgésszintet, ami által tulajdonképpen ezeket a lelkeket úgymond be lehet vonzani, vagy mondjuk azt, hogy az ember föl tudja őket ismerni, mert nem mindenki ismeri föl. Meg nagyon sok ilyen téves felismerés van, mert nagyon sokan azt gondolják, hogy a másik felüket találták meg közben nem. Ahogyan mondtam, az Ikerérzés című elkönyvem által pontosan leírom azt, hogy mit kell nézni. De nekem az a tapasztalatom, hogy ezt nagyon kevesen értik meg még mindig. Olyan furcsa, annyira furcsa, hogy, hogy ezt még mindig nagyon kevesen értik meg százszerzelékosan, hogy ez az egész miről szól. Mert ahogy mondtam, ez már egy nagyon magas szinten fogalmazódik meg, akinek nincs bejárt útja, aki nem vizsgálta ezt a dolgot ennyire erőteljesen, és nem olyan frekvencián rezeg mozog, meg nem olyan tudatállapotban, az nem, hogy nem fogja megtalálni a másik felét, nem is fog elindulni ezen az úton, meg sem fogalmazódik benne ez a vágy. Tehát, igen, arról kell beszélni, hogy ez már egy nagyon magas szinten nyilvánul meg, előtte nem, biztos, hogy nem. Ezt a saját tapasztalatom által is el tudom mondani, de ugyanakkor ezt tanítják is, meg ezt én is így gondolom, mivel, hogy itt egy totális egységet kell létrehozni Istenben. Na most hát ezt korábban alacsonyabb szinteken az ember ezt nem tudja megcsinálni, és itt mindkét félnek ugyanolyan szinten kell rezegnie, mozognia de ahogyan mondtam, az az új a mai tételben, amit én megmondom őszintén, hogy én már óvodás koromban is tudtam, ideig, hogy oviskoromban. tehát az a lényeg, hogy ez az energetikai rendszer, közeg, vagy mondjuk azt, hogy egységes tudatállapot mozgathat két azonos testű nemű emberként egységesen. És akkor persze jó kérdés, hogy akkor ők párok. Tehát, hogy párként ők megfogalmazódnak, vagy lehet azt mondani rájuk, hogy ők egy pár? Hát igazából szerintem ez az emberi érzéseken múlik, hogy te mit érzel egy másik lény iránt. Mert van olyan, akivel mondjuk én nem tudnám elképzelni az életemet, hiába foglal helyet férfiként, és nem érzem azt, hogy mi egy pár lennénk, vagy lehetnénk, viszont lehet, hogy van olyan, akivel igen, és mondjuk nem biztos, hogy férfitesben van. Most csak mondtam valamit, de ahogy mondtam, ez lehet fordítva is. Igazából teljesen mindegy. Nem a testet kell vizsgálni, hanem az energetikát. Az energetikát, és azt is mondhatnám, hogy ezt a közös aurát. Hogy ebben a közös egységes aurában mi az, ami megfogalmazódik. És akkor azért írtam le azt, hogy is koromban, már én ezt tudtam, ugyanis én már oldás koromban rajzoltam ikerlelkeket, ikerpárokat, de nem testvéreket. Hát azokat is, de de én saját magamat is megdupláztam, megkettőztem. Én már akkor tudtam azt, hogy dualitás van, hogy kettősség van, és legelőször én olyan uh, ikerlelkeket rajzoltam óvodás koromban, mert akkor még nagyon közel voltam ehhez a mintához, akik azonos neműek voltak, tehát két lány, két fiú, de inkább ugye lányokat rajzoltam, mivel hogy én lánytestbe születtem. És azt kerestem, hogy ki az, aki abszolút te az én mintaképem, aki ugyanúgy néz ki, mint én, aki ugyanolyan vállalással van ilyen, aki igazából én vagyok, hát az én másolatom. És ugye mondtam, vannak ilyen oviskori rajzaim. Aztán később, ugye, amikor már elkezdtem cseperedni, akkor elkezdtem olyan párokat vagy ikerlelkeket rajzolni, ahol a nő és a férfi pár jelent meg. De gondolom, hogy ez azért volt, mert, mert hogy egyrészt mindkettő változatra ráéreztem, másrészt azért, mert hát gondolom, hogy mindkét fajta változat meg is fogalmazódik a Földön. És ahogyan mondtam, ezért lehet az, hogy vannak olyan emberek, akik mondjuk nyitottabbak, és akár mindkétféle nemiség iránt vonzódnak, vagy az azonos nemű ö, emberkék iránt, vagy mondok még valamit, egyáltalán nem fogalmazódik meg bennük az, hogy e szerint bontsák le az embereket, vagy ez szerint válogassanak. Itt az ö, az, az é, ö, kérdés, hogy érzésben mi az, ami megfogalmazódik. Mert ha érzésben megtalálod azt, aki, aki abszolút lefedé ezt az egészet, ami benned van, akkor nem fogod azt nézni, hogy a másik milyen testben van. És akkor lehet az, igen, hogy esetleg olyan valakit találsz, aki, Ugyanolyan testben lesz, vagyis azonos nemi formulában foglal helyet, de az nem jelenti azt, hogy lelkileg vagy energetikailag is ez ugyanígy nyilvánul meg. De mondok még valamit. Szerintem, és az a gondolatiságom, és ez mindig is így volt, hogy, mind, hogy minden ember mindkét fajta nemi jelleget magában hordozza. És az is lehet, ez, ez tök jó kérdés, az is lehet, hogy minden ember eredetileg uh, bi. Tehát, hogy biszexuális, vagy ne, ne, ne is a szexualitásról beszéljünk, hanem arról, hogy lehet, hogy az emberek, mint olyanok, nem elég nyitottak. És mivel a nőkre az volt, és az van ráerőltetve, hogy ők csak a férfiakkal, lehetnek, és csak a férfiak között kereshetnek maguknak párt. A férfiakra meg az van ráérő, tehát hogy ők csak a nők között kereshetnek. Ezért ez, amit mondok, nem tudott kialakulni, de lehet, hogy eredetileg ez így volt. Mivel hogyha az eredetiséget vizsgáljuk, az androgyn létállapotot, akkor arról kell beszélni, hogy az androgyn létállapot az azt jelenti, hogy egy testben megnyilvánult mindkét fajta nemi jelleg, a nő és a férfi egysége. Tehát itt egységes mintaképről kell beszélni. Ha ez így van, és mondjuk én annak idején így működtem, hogy kétféle nemiséget képviseltem, hát akkor nyugodtan beszélhetünk a bi szerelemről, vagy arról, hogy akkor nyilván, hogy ennek a fajta egységnek ö, a Hát ez most jó kérdés, hogy a párja, vagy a másik, vagy a megfelelője, az szintén egy olyan valaki, vagy valami, ami két nemű. Bár, ugye, itt nem kell arról beszélni, hogy milyen maga a pár, vagy a párkeresés, mert itt a pár az egyben van. Egyetemben a nő és a férfi principium egy testben fogalmazódik meg. Na most tök jó kérdés az, hogy mi lenne akkor, hogyha ez most is így lenne. Ha olyan emberi testek működnének a Földön, jelenleg is, hogy mindenki tartalmazna a nő és a férfi megfelelőjét, változatát, és kétféle nemiséggel működnénk, egy-egy-egyben, Hát akkor valószínű, hogy nem lenne párkeresés, és az emberek nem keresnék a másik felüket, mert mert az meg lenne. Magunkban hordoznánk, most mondok valamit hordoznánk. Ez most is így van, tehát energetikailag aurában ez most is így van. Csak a testek szakadtak ketté, nem a lelkek, a, lelk, a lélek szerintem nem tud ketté szakadni. Itt egy energetikai térről beszélünk. Ebben az egy energetikai térben, aurában benne van a két test, a férfi test, meg a női test, de ahogyan mondtam, ez úgy is előfordulhat, hogy két nő, két férfi például. Na most, mivel a testek ketté szakadtak, és nem egy testben foglalunk helyet, és nem így működünk, ezért nyilván, hogy a két test elkezdi egymást keresni. Nem igaz? De, hát ez így van. Mivel, hogy szétszorodtunk. Ha nem szorodtunk volna szét, nem lenne párkeresés. És akkor az emberek nem keresnék a másik felüket, mert az meg lenne. Hát egyben hordoznánk egymást egy fizikumban. És akkor valószínű, hogy itt természetesen biszexualitásról kell beszélni, vagy mondjuk azt, hogy egy olyan fajta érzésről, vagy állapotról, ami vagy kettős, vagy semleges. Tehát, hogy vagy egy olyan állapot, amiben mindkettő megvan, vagy, vagy totál semleges, ahol egyáltalán nem számít az, hogy kinek milyen a formulája. Ugyanis az egység, az eredet, az ugye erről szólt. De miután megtörtént a kettő, válás ezért lejöttünk vagy női, vagy férfi változatba, testileg. De ez nem mindig azonos a lélekkel. Mert ahogy mondtam, vannak olyan női testben élők, valakik, akik férfi Ként, férfi lélekként élnek, és van olyan, aki női lélek, de férfi testbe költözött. Hát most nagyon leegyszerűsítem, nyilván. Tehát, ahogy mondtam, erről komolyabb szinteken szoktam értekezni, de most azért beszélek erről így, hogy jobban érthető legyen. Tehát az energiákat kell vizsgálni, hogy abban mi fogalmazódik meg, és mondjuk azt, hogy a közös érzésekben. Na most bennem nagyon-nagyon sokáig volt egy nagyon erős érzés amit én megtaláltam, és tudom azt, hogy ki az én férfi megfelelőm. Én ezt az embert folyamatosan kerestem. Gyerekkorom óta ugyanolyan szakmákat választottam, amiket ő, erről is nagyon-nagyon sokat írok és beszélek. Oké, ezt tudjuk. Viszont volt bennem egy másik fajta érzés, ami nagyon erősen megfogalmazódott, és nyilván, hogy azt is férfi testbe kerestem, és úgy voltam vele, hogy lehet, hogy hát, hogy ezt majd én meg fogom találni egy másik nemű megfelelőben. Na most azzal kellett szembesülnöm, hogy én megtaláltam ezt az érzést, de női testet mozgat, illetve mozgatott, mert ő sajnos már nincs testben. És abszolút lefedi azt az érzést, ami eddig bennem volt. Tehát mindent így kipipált bennem ez a valaki, aki női testben volt. De ugyanakkor neki is voltak férfias energiái. És biztos vagyok benne, hogy mi egy körből származunk, mert nagyon sokat diktál, nagyon sok pozitív erőt kapok tőle, rengeteg szeretet energiát, tehát mi tudjuk, hogy összetartoztunk annak idején. Meg persze most is, csak fizikálisan nem. Tehát ez a keresés éppen ezért megfogalmazódik, mert minden szétszakadt, nyilván. De ugye az a cél, hogy újra egységet kovácsoljunk. Én azt gondolom, hogy az egységet főként energetikailag kell létrehozni, érzésben, tudatilag, mert fizikálisan ezt nem mindig fogjuk tudni megcsinálni. Főleg azért nem, mert lehetnek olyan rokonlelkénk, vagy lehet akár olyan ikerlátunk is, aki most nincs testben itt, mert mondjuk meghalt korábban, vagy akár. Olyan is lehet, hogy egy korosztályt képviselünk, de, de az illető mondjuk elhúnyt, és mármint mint a testileg, fizikálisan, és akkor nyilván, hogy fizikálisan nem fog tudni létrehozni ezt a fajta egységet, ugye? De igazából szerintem nem is fizikálisan kell létrehozni ezt a fajta egységet, hanem ahogyan mondtam, tudatilag. És ha ez megvan, akkor ezek a lelkek diktálni fognak egymás számára, és ez az egység meg fog maradni. Teljesen függetlenül attól, hogy ki van testben, fizikumban, ki az, aki nem, ki az, aki visszaszületett, ki az, aki nem. Mert nem ez számít. Mert hogyha egy térben vagyok ez az illetővel, vagy egy másik lényel, akkor ugyanúgy megkapom ezeket az energiákat és gondolatokat, és rajtam keresztül akkor ezek tudnak áramolni. De ahogy mondtam, szerintem azok születnek vissza fizikálisan, és azok foglalnak egy korszakban helyet, akiknek még dolguk van fizikálisan és egymással. Ha nincs, akkor nem jönnek vissza, akkor nincs fizikális találkozás. Ha van, hát akkor azt végig kell csinálni. Akkor ott van feladat, akkor ott valamit föl kell oldani, ott valamit nem rendeztünk el a korábbi életeinkben. Ú, uh, szerintem ez egy nagyon erős téma, és ahogy mondtam, erről nagyon-nagyon sokat tudnék beszélni, még mesélni, meg nagyon sokat meséltem. Szerintem az Ikerérzés című elkönyv az nagyon érdekes, hát szerintem kuriózum. Ugyanakkor, ahogy mondtam, meg kell hallgatni a korábbi felvételeket, mert nagyon-nagyon sok oldalról megvizsgáltam ezeket a jelenségeket, de mivel most találkoztam egy nagyon erős érzéssel, ezért arra gondoltam, hogy ezt a tételt is folytatni fogom. Mi szerint igen elképzelhető az, hogy ez az egységes rendszer például két női testet mozgat, és mindketten női testben nyilvánultak meg. És vagy egy korszakban fogalnak hát, vagy nem. Mert ahogy mondtam, az is lehet, hogy mondjuk ez a test most éppen nincs, csak ő, aztán az is lehet, hogy majd, hogyha ez meghal, akkor ő visszaszületik, és ő nem lesz, tehát hogy, hogy itt igazából mindig azt kell megnézni, hogy hogyan hogy, lehet ezeket a dolgokat így egybe csúsztatni, hogy lehet-e fizikálisan, mert akkor sem biztos, hogy létrejönnek fizikális találkozások és kapcsolódások, hogyha mondjuk mindkét fél jelen van testileg. Hát ez nagyon sok mindentől függ. Ahogyan mondtam a feladattól, hogyha van feladat, akkor így is úgy is létrejön ez a fajta találkozás és egybeérés, ha tetszik, ha nem, mondjuk így, de hát mivel nagyon erős tükrök vagyunk egymás számára, ezért, hát igen, szóval valaki által, én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó dolog, és mondjuk én a női másik felemmel nagyon szívesen találkoznék, Hát jó kérdés, hogy nőinek lehet -e nevezni, mert ahogy mondtam, attól mert női testben foglalt helyet nem biztos, hogy nő, vagy nőként funkcionál. Viszont van olyan, akivel hát az ember nem biztos, hogy olyan szívesen találkozik, mert, mert lehet, hogy sok a blokk. Tehát itt szerintem nagyon sok mindenről kell beszélni. Nagyon összetett ez a téma. Igazából én azt vettem észre, hogy most a bevonzások ideje van, mivel hogy nagyon erősen haladunk az egység felé. És szerintem nagyon sok ember most bevonza, vagy felfedezi az iker lelkeit, a rokon lelkeket. Bár igen, nagyon jó kérdés az, hogy iker lélekből igazából tulajdonképpen mennyi van. Hát én eddig mindig azt mondtam, hogy egy, hát igen, hogyha az én esetemet vizsgáljuk, akkor férfi megfelelőm, aki totál olyan, mint én, az egy, van, rokonlélekből sok van, és vannak olyanok, akik ilyen 80 ban fednek le, de most már van olyan is, aki nem férfi testben van, hanem nőiben, és női rokonlelkem is nagyon sok van. Sokan vagyunk ebben a körben, ebben a vállalásban. Mert ö, szerintem ilyen sok szembesítő elemre van szükség, pont azért, hogy tanuljunk, fejlődjünk. Tehát, akik magasabb szintre akarnak kérni, ők biztos, hogy nagyon sok ilyen rokon lelket be fognak vonzani, mert ők is emelnek. Hát engem is emelnek, nagyon sok mindenre tanítanak. És ö, könnyebben végigmentem így ezeken az utakon. Egymásnak adjuk át az energiát, ugye erről is beszéltem már a korábbi adások kapcsán, megrajzoltam is rengeteget. Úgyhogy érdemes azokat is végignézni. Úgyhogy igen, most felfedeztem valakit, akiről már egy hete folyamatosan beszélek, aki szerintem nagyon erősen az én vagy a másik felemnőként. Én azt érzem, hogy 80%-ban lefed. Hát jó kérdés, hogy erre mit lehet mondani. Nem is az a lényeg. Az a lényeg, hogy benne nagyon sok érzést megtaláltam, amit kerestem, és nagyon erős szimbiózist érzek vele kapcsolatban. És szerintem ez általában kölcsönös. Ha nincs kölcsönösség, akkor az nem az. Ez nagyon fontos most, amit mondok. Ha nincs kölcsönös érzés, akkor az nem az. Mert akkor ott, ott más dolgokról kell beszélni, hogy miről, arról szintén írtam az ikerérzésben, és beszéltem a korábbi előadásokban. Most pedig megyek, és megvágom a 898-at, ami tulajdonképpen arról a valakiről szól, akiről most beszéltem, és aki katalazist okoz számomra, mert mert fölfedett egy új tételt, és rávilágított valamire, hogy ilyen is lehet. Illetve azt mondom, hogy ilyen is van. Mert ezzel kellett szembe hogy bizony, ilyen is van. Ami egyáltalán nem rossz dolog. Úgyhogy itt egy újabb tétel. Remélem, hogy sokan tudják majd ezt kamatoztatni.